Honfoglaláskori viselet és kézműves bemutató is várta az érdeklődőket a tárlat megnyitóján. Óvodások, iskolások és felnőttek vártak arra, hogy megtekinthessék a vándor kiállítást a Nyíregyházi Múzeumban. A szolnokról érkezett tárlat öt megye múzeumainak leleteit összegzi. A közép legszebb, 10. század első feléből származó lehetét mutatjuk be. Ha ezek közül ki kéne emelnem valamit, akkor én a kétpoi lehet együttest emelném ki, méghozzá azért, mert az én meggyőződésem szerint ez egy lehetőség, ezt azért hangsúlyozom. Az egyik magyar honfogó törzsőnek az emlékanyagát mutatja a kétpolyi lehet együttes. A két pói sírban találták többek között ezt a díszített ezüst csészét. Ennek különlegessége, hogy az egész Kárpát-medencében három ilyet találtak. A lelet együttes része még ez az aranyövveret és egy oroszlános övcsat is. A szolnoki kiállított tárgyak mellett a nyíregyházi régészek által válogatott környékbeli leletek sorakoznak, a vitrinekben láthatók tarpán talált ezüst gyűrűk, valamint övveretek is. A legszebb honfoglaláskori leleteket igyekeztünk itt a régi tárgyak között is elővenni, így meg kell említenem ezt a Gégényből származó honfoglaláskori ezüstcsészét, hajforatkorongokat aranyozott ezüstből, illetőleg úgynevezett ereketartó melkereszteket, amik a korszaknak egy ritka emlékei közé tartoznak. A megnyitón egy jurtát is berendeztek a kiállítók, hogy őseink lakóépületét és használati tárgyait megismerjék a tárlat látogatói. A honfoglaló magyarok emlékanyaga május 8-áig tekinthető meg a Nyíregyházi József András Múzeumban.